Köszöntöm nézőinket, közéleti magazinunkat látják. Június 30-áig nyújtja be Paks 2 ZRT az új atomerőmű létesítési engedélykérelmet a hatóságnak. Süli János a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezésért, megépítésért és üzembehelyezésért felelős tárca nélküli miniszter azt mondja, hatalmas munka volt ezt összeállítani. A járványügyi helyzet azonban nem érintette az ütemtervet és tudnak dolgozni. Úgy fogalmazott, célegyenesben vannak. Június 30-áig nyújtja be a Paks 2 ZRT az új atomerőmű létesítési engedélykérelmet a hatóságnak. Süli János a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter azt mondja, hatalmas munka volt, de végül sikerült összeállítaniuk a 100 nemzetközi szakértő bevonásával az engedélykérelmet. Nem tudtunk dolgozni, a pandémia járvány nem érintette a munkaütemet. Kedden fogunk egy bejelentést tenni, hisz ígértük, hogy hó végére be fogjuk adni az engedélykérelmet. Ez mindenféleképpen ma már úgy néz ki, hogy meg is fog történni. Ez 283 ezer oldal anyag, amit ugye egy része készült orosz nyelven, de a munkanyelv angol, és a hatóságnak meg magyarul kell beadni. Tehát azért el lehet képzelni, hogy mennyi munka volt ennek a dokumentációnak az összeállításával. És ha ez megtörténik, akkor 15 hónapon belül megkaphatjuk magát az építési engedélyt, létesítési engedélyt, és akkor már visszavonhatatlan, hogy ezt megépítjük. Mert ugye sokan itt a ellenzék részéről mindig azt mondták, hogy képtelenek leszünk beadni egyáltalán terveket, de ez meg fog történni kedden. Az előkészítő szakaszban 8 millió köbméter földet kell megmozgatni, 2570 méter résfalat kell építeni, és a teljes területet meg kell szilárdítani. Mindez a talaj szerkezetétől függően 18-26 hónapot vesz igénybe. 21. szeptember végén van létesítési engedély. Most is zajlik munka, fölvonulási épületek. Újabb 4 épületre kaptunk építési engedélyt, földmunkákat meg akarjuk kezdeni majd januárban. Azt is egy szigorú engedélyezés mellett, nem úgy, hogy na csak ripsz-ropsz, hanem annak is megvan a metódus, hogy 3 hónap múlva, hogy beadtuk most az engedélykérelmet, akkor szeptemberben beadjuk a földmunkákra az engedélykérelmet, arra 3 hónapja van a OAH-nak, hogy elbírálja, az azt jelenti, hogy december végén, január elején lehet engedélyünk a földmunkák megkezdésére. Ez idő alatt ugyanis az Országos Atomenergia Hivatal értékelni tudja az atomerőművi blokkokra vonatkozó létesítési engedélykérelem alapvető építési sajátosságait, illetve a nukleáris biztonsági előírások alapján azok kapcsolódását a terület előkészítési munkákhoz. Eközben folyamatosak az építési munkák a felvonulási területen Pakson, ahol elsőként két irodaépület és egy 100 fős konyha-étkező létesül. Eközben azon is dolgoznak, hogy kialakítsanak munkásszállókat és lakásokat a Paks 2 építésére érkező közel 10 000 vendégmunkásnak. Erre a térségben kerül majd sor. Teljesen kizárja a döntések előkészítéséből a megválasztott kormánypárti polgármestert és az önkormányzati képviselőket az Ilyen Szekszárd frakció. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a héten elkészült egy szakértői vélemény az épülő úszodával kapcsolatban, ami alapján az építkezés folytatható, és az eddig már elvégzett munkával nincsenek komoly gondok. Nem hajlandóak együttműködni a Tolnai megyeszékhely közgyűlésében többségbe került Ilyen Szekszárd frakció tagjai a polgármesterrel és a kormánypárti képviselőkkel. Ezt mutatja, hogy a döntéseiket előkészítő bizottságok munkájába egyáltalán nem vonják be őket. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Az elmúlt hetekben, hónapokban én is olvastam sok helyen, hogy együtt kéne működni, és a polgármester nem partner ebben. Azért hoztam bizonyítéként most be a sajtótájékoztatóra az, hogy ugye ha megnézzük az ügydöntő bizottságokat, akkor tulajdonképpen a Fidesz-KDNP részéről senki nincsen benne ezekben a bizottságokban, csak saját észes emberek vesznek részt a munkában és a döntésekben. Én azt gondolom, hogy ha együttműködésről beszélünk, akkor a választók akaratának megfelelően kellene elfogadni azt, hogy a bizottságok paritásos elven működnek. Az elmúlt ciklusban egyébként
ugye minden bizottságban volt legalább egy ellenzéki képviselő, és a véleményüket a bizottságokon és a közgyűléseken is el tudták mondani. Én őszintén remélem, hogy most a pandémia után majd azért valamilyen szinten ez is rendeződni fog, és akkor az egyfős többség és a kisebbség együtt tud dolgozni a város érdekében, mert ez elmúlt hetekben sajnos nem így volt. A csütörtöki közgyűlésen az ENSZ-Szekszárd frakció leállította a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építését. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy a város elbukja a pályázati pénzt, amiből a fejlesztés megvalósult volna. Így pedig a több mint 4000 helyi orvosi ellátását biztosító beruházás elmaradása miatt az ENSZ-Szekszárd képviselői terheli majd a felelősség. Sajnálom, most már tényleg olyan, mint egy szappanopera, és most már mindenki unja szerintem, aki hallott erről az ügyről. Én azt gondolom, hogy egyértelmű volt az elmúlt hetekben az irányító hatóságnak a véleménye. Tudni kell az, hogy ez top forrásból valósul meg, és uniós költségvetéshez kapcsolódik. Az pedig azt jelenti, hogy az utolsó év a 2020, amikor az előző ciklus el lehet még számolni. Úgyhogy leírták egyértelműen az IH részéről, hogy ezen a helyszínen meg tud valósulni az orvosi rendelő, de arra a lehetőség, hogy áttervezzük, más helyszínt keressük, már nincsen. Nem is lehet átcsoportosítani a pénzeket, tehát vagy itt meg lesz, vagy el fogja veszíteni a város a forrásokat, ami azt jelenti, hogy nem csak ez a beruházás nem fog megvalósulni, hanem anyagi terhet is ró a városra, hiszen a vállalkozó valószínűleg kártérítési igényel fog majd élni felénk. Én azt szerettem volna, mi azt szerettük volna, hogyha az itt lakók is olyan körülményeket kapnak, mi mondjuk a Vigan tér környékén egy új orvosi rendelőt alakítottunk ki tulajdonképpen, és azért mondom, hogy a közülés így gondolkodott, mert kettő döntése van a közülésnek, egy 17-es, meg egy 20-as bizottsági döntés, ami egyértelműen alátámasztotta, hogy az orvosi rendelőt ezen a helyszínen meg kell építeni több forrásokból. Ezt az akkori és a mostani ellenzék képviselői is megszavazták. Most valamilyen okból kifolyólag a saját döntésük ellen mennek. Ezt már nem először tapasztaljuk, csak így nem lehet előre haladni a városi fejlesztésekben és beruházásokban. Ezért mondtam azt például ügyeleti központnál, hogy örülök, hogy ez egy olyan projekt, amit az ellenzék nem tudott megakasztani és megakadályozni, hiszen a szekszárdiak érdeke az, hogy üzleti központ is megépüljön, de az ő érdekük lett volna az orvosi rendelőnek a megépítése is. Most tulajdonképpen kimondták végre az egyfős többség részéről, hogy nem kell szekszárdiaknak ez az orvosi rendelő. Az ENSZ-Szekszárd tagjai szerint a rendelőt más helyszínen kell megépíteni. A polgármester viszont azt mondja, 9 helyszínt vizsgáltak meg korábban, és ez tűnt a legalkalmasabbnak. A beruházás megkezdését pedig az ENSZ-Szekszárd tagjai is megszavazták korábban. Most megint arról beszélünk, hogy helyszíneket vizsgáljunk, mert 9 helyszínt vizsgált meg a város annak idején, tehát körbejártuk ezt a kérdést. Gondolom, hogy rendesen volt itt madárkérdés, először azt akadályozta a munkát, aztán most alkoholi temető van napirenden, tehát mindig valami újabb indok van, amiért valamiért nem akarják ezt az orvosi rendelőt. Én azt mondom, hogy a többségnek mindig a felelőssége és kötelessége, hogy döntéseket hozzon, hogyha azt mondja, hogy nem támogatja ezt a döntést, akkor mondja ki. És nézzen annak a légyező embernek a szemébe, akinek az orvosi ellátása ezáltal veszélybe kerül. Ők azt mondják, hogy 300-an írták alá azt a tiltakozó ívet, amellyel az orvosi rendelő ellen tiltakoznak, és elismerték ők is, egyébként az ellenzék is, hogy ezek között Decső, Őcsényi, tehát vidéki településekről bejött emberek is vannak. Én sem gondolom azt, hogy szekszárdiaknak kéne egy településen véleményt mondani ilyen kérdésekben. Én szerintem az ott lakókat kell megkérdezni, és a város lakókat kell megkérdezni. Ebben a kérdésben én azt mondom, hogy ha megvan most már a döntés, akkor elengedi a város, és azt mondja, hogy nem lesz meg az orvosi rendelő. A csütörtöki közgyűlésen az ENSZ-Szekszárd frakció tagjai több olyan döntést is hoztak, amiket nem hajt végre a város polgármestere, azok ugyanis jogilag kifogásolhatóak. Voltak napirendi pontok, amelyek elmaradtak, de voltak olyan napirendi pontok vagy témák, amelyeket újra kell tárgyalni a közgyűlésnek, hiszen nehezen értelmezhető döntések is születtek, és a jegyzőasszony törvényesség észrevételrel írt ezek kapcsán. Én pedig nem hajtom végre ezeket a döntéseket, hanem újra a közgyűlés elé fogom terjeszteni. Ilyen például a kommunikáció a pandémia időszak alatt a úszóra szerződésének a módosítása, amelyet aláírta a sportközpont is, vagy éppen a Melioracéos Nonprofit Kft.-nek a szerződés módosítása. Tehát olyan témák, amelyek fontosak a város működése szempontjából, én azt gondolom, de egyértelmű döntéseket kell hozni. Most ezek a döntések nem egyértelműen születtek meg.
ezért újra kell tárgyalni a közülésnek, és reméljük, hogy a végleménye lesz, hogy most már lehet majd értelmezni ezeket a döntéseket, mert egyelőre nem így állunk. Illúzióim nincsenek, valószínűleg ugyanezt a döntést fogják majd meghozni, de természetesen a törvényesség észrevétel alapján nekem ezt a döntést meg kellett hoznom. Csütörtökön a város polgármestere a közgyűlés elé vitte azt a javaslatát, ami szerint egy fiatal amerikai egyetemen végzett, sikeres szexádi úszót felkért volna az önkormányzat, hogy egy jelképes összegért sportszakmai tanácsadóként segítse az úszoda építését. Az ilyen szexád tagjai viszont ebbe sem egyeztek bele. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy a többségbe került frakciót nem érdekli azoknak a véleménye, akik versenycélra használják majd a medencéket. A héten az önkormányzat megkapta az épülő úszodával kapcsolatos szakvéleményt. A szakértő szerint a munka folytatható, kisebb hiányosságok vannak eddig a kivitelezésben, de komoly gond nincs az építkezéssel, így az úszodát be lehet fejezni. Tulajdonképpen ugye ez a szakvélemény Rácz Zoltán okos képviselő úrnak a kérdéseire adta meg a legtöbb választ. Egyébként volt egy úszoda vizsgálat bizottság, hogy még van is, ami arra jött létre, hogy megvizsgálja, hogy az úszoda befejezhető-e, állékony-e, megfelelő minőségben készült el. Szakértői vélemény tulajdonképpen ezek kérdésekre keresse a választ, és azt mondta a végső esetben ki, leegyszerűsítve az egészet, hogy tulajdonképpen vannak kisebb-nagyobb gondok és hibák, de olyan jellegű probléma, ami veszélyezheti a befejezését vagy megépítését a szexuális úszodának, olyan nincsen, úgyhogy be lehet fejezni ezen a helyszínen, és úgy néz ki, hogy ezzel a kivitelezővel a beruházás, úgyhogy reméljük, hogy most már megnyugszik mindenki, és akkor azon dolgozunk majd együtt közösen, hogy az úszoda mielőbb megépüljön, befejeződjön és átadásra kezdjön. Ács Rezső szokásos hétértékelőjén arról is beszélt, hogy idén is indít nyári diákmunkát az önkormányzat. Júliusban és augusztusban várják majd azokat a fiatalokat, akik dolgozni szeretnének. És ugyanígy folytatódik az Arany János program is a városban, aminek során hátrányos helyzetű gyerekeknek közétkeztetést és kollégiumi elhelyezést biztosítanak nyáron. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tartott június 24-én Budapesten a Határtalanul programról. A középiskolai vetélkedő az online vállalkozói találkozó, a videópályázat és a tanulmányi kirándulások is nagy sikert arattak a pályázók között. A tájékoztatón részt vett Csibi Krisztina, a Magyarok Háza igazgatója is, aki elmondta, hogy az eddig csak Budapesten megtekinthető Mi Magyarok című előadás sorozatot turnéra indítják Magyarország különböző pontjaira és a határon túli magyar területekre is. A 2020-as Határtalanul pályázat keretein belül több programot is hirdetett a kormány. Rövid beszámolót tartott ezekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Tolna megyei 2. számú választókörzet országgyűlési képviselője. A programok jelentős részét online módon valósították meg. A Határtalanul középiskolai vetélkedőjének nagy döntőjét április 24-én rendezték meg a virtuális térben. A döntőben 20 csapat vett részt, de a játék során közel 70 ezer diák tehette próbára tudását. Szintén online térben tartották meg az 5. Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját és a Miénk a Város című programot, amit ősszel szoktak meghirdetni, de a karantén helyzetre való tekintettel online feladatokat adtak a nagyszülőknek, szülőknek, gyerekeknek. Hogyha jól emlékszem, akkor 60 ezer feladat ment ki, illetve megoldás jött vissza. Ez egy óriási szám. Gyakorlatilag 4-5 kolléga, vagy még több, napi szinten több száz feladatot adott ki a gyerekeknek, illetve ellenőrzött le, amelyik családban mondjuk több gyerek is részt vett a vetélkedőben, ott nem tudom, hogy egyáltalán foglalkoztak-e mással. A Kárpát-medencében lakó magyarokon kívül Torontóból, Amerikából, Argentinából és Ausztráliából is érkeztek megoldások. 113 nyertest hirdettek, akik a saját közösségüknek nyerték meg azt a 100 ezer forintos csodasarkot, amit majd a következő tanévben ad át a kormány a győzteseknek. A Nemzeti Összetartozás napjára meghirdettek egy videópályázatot 3 korcsoportban. Közel 600 kisfilm és videóüzenet érkezett arról, hogy mit jelent a pályázók számára Trianon, a magyar kultúra és a magyarság. A filmeknek egy részét már a külhoni-magyarok.hu-ra feltettük. Szándékaink szerint ezeket szeretnénk még nagyobb számban feltenni.
és szeretnék külön köszönetet mondani azoknak a médiumoknak, akár országos vagy régiós csatornáknak, akik ezeket a filmeket a saját műsoruk vagy műsorideikbe felteszik, és lehetővé teszik, hogy minél szélesebb körben a nézők ezt láthassák. A Magyar Ságháza is részt vesz a programban. Évek óta lehet látogatni a Mi Magyarok címet viselő rendhagyó óráikat. Az előadások ingyenesek, csak regisztrálni kell hozzá. 8 témakörből választhatnak az érdeklődők, és ez pluszpontot jelent nekik a tanulmányi utazás pályázatához. A 2019-es évben közel 5000 diák vett részt a Mi Magyarok rendhagyó órákon. Nem csak történelem órák, első világháborús Trianon történetet feldolgozó történelmi órákon vehetnek részt, hanem a biológia, az élővilág kapcsán irodalmi előadásokat hallhatnak meg, zenés irodalmi előadásokat akár hallgathatnak meg, illetve énekzenei foglalkozások is vannak. És nem csak a hetedikes osztályok számára, tehát az ő korosztályuk számára szervezzük mindezeket, hanem alsó tagozatos diákok számára is, akiket azt hiszem, hogy nem lehet elég korán megkeresni ezzel a témával, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mindazt a kincset, amit a külhoni magyarság, illetve az egész Kárpát-medence magyarsága őriz, és a középiskolás diákok korosztályának megfelelően is próbáljuk őket olyan érdekes előadások felé terelni, ami szintén az utazásuk során nagyon hasznos lehet. Az évek során nagy igény mutatkozott arra, hogy ne csak Budapesten szervezzék meg ezeket az előadásokat, ezért úgy határoztak, hogy Magyarország 19 megyébe és külhoni régiókba is eljuttatják. A Határtalanul pályázat 2010 óta fut. Ez alatt az idő alatt 400 ezer diáknak volt lehetősége a programban részt venni. A pályázat beadási határidejét meghosszabbították egy hónappal a vírushelyzetre való tekintettel. Több, mint 2200 pályázat érkezett be 3 kategóriában. A támogatott pályázatoknál az úti célokat néztük meg. Itt a legtöbben hagyományosan Erdélybe mennek, nyilván az a legnagyobb terület, ott él a legnagyobb számú magyarság, és ott a legtöbb műemlék, természeti, látnivaló, stb. Tehát ebben semmi rendkívüli nincsen, és utána pedig arányosan a többi vidék. Ebben egyébként az is benne van, hogy a magyar intézményeink is, iskolák is nyilván Erdélyben van a legtöbb, és a Móra vidéken pedig a legkevesebb például. Ott két tannyelvű intézmények vannak, és amikor a gyerekeknek mondjuk egy-egy iskolában kell részt venni valamilyen programon, akkor azt is el lehet gondolni, hogy az ottani iskolákra milyen terheket rovunk ezáltal, ami a gyerekeket egyébként annyira nem zavarja, hogy minden nap beérkezik egy magyarországi csapat, és velük kell eltölteni egy-két órát, viszont az oktatásban elég nagy nehézséget tud okozni, amit ők el is mondanak. De azt gondolom, hogy a kapcsolatépítés a legfontosabb. A tanulmányi kirándulások 60%-át utazási irodák, míg 40%-át az iskolák szervezik. A járványhelyzet miatt elmaradt tanulmányi kirándulásokat ősszel vagy jövő tavasszal tudják bepótolni. Tolna megyéből mindössze 14 pályázat érkezett be. Ismeretlen betegségben szenved egy 12 éves paksi kislány. A havi kezelések és gyógyszerek közel 700 ezer forintba kerülnek. Etesi Annett állapota 7 éves korában kezdett romlani, előtte teljesen egészséges volt. Etesi Anett egy teljesen átlagos, láthatóan egészséges, életvidám, gitározó kislány, pedig olyan betegséggel küzd, amit még az orvosok sem ismernek igazán. 5 éve próbálják kideríteni, hogy mi lehet ez, és most februárban már közelebb kerültek a valósághoz. Ő 7 éves koráig egészséges volt, teljes mértékben. 7 éves korában kezdődtek a tünetek nála, és 5 év elteltével derült ki az, hogy egy ritka betegségben szenved. Ez egy CMT2. És hát nem is szenved, mert a vérében ezt találták, meg egy cerebriális ataxiát találtak a vérében, de nem ezek a tünetek jellemzőek ezekre a betegségekre, úgyhogy még mind a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi is az oka. Nagyon sok vizsgálaton vagyunk már túl, az agyvíz levéltől kezdve, a biopsziáig minden, és az állapota az a baj, hogy romlik neki évről évre. Itt az a cél, hogy az Anett állapotát le tudjuk lassítani. Itt ez a cél, mert még gyógyítani ezt nem lehet.
Szóval ezt mindenképp tudni kell, hogy ötnünk nem tudják gyógyítani, bár az orvostudomány ennyire fejlettebb évről évre, de le tudjuk annyira lassítani, hogy akár olyan életet tud élni, hogy A-ból a B-be el tudja jutni önmaga. Anettnek négyszer kell tornázni egy nap, de ezt is változatosan igyekeznek csinálni, és a napi rutin sem egyszerű. Igyekeznek minden segédeszközt beszerezni, bordásfal, futópad, elliptikus tréner, bicikli, de vannak eszközök, amiket ők készítettek. Felkelek, anyaik bemozgatják a lábam, ami 1-1.5 órás szokott lenni. Akkor utána, amikor már bemozgatták, lábra tudok állni, akkor kihoznak ide, leülök, gitározok, aztán nekiállok tornázni, nyújtani, és így. Meg a tanulás természetesen. Havonta 5 vagy 10 napot egy solymári rehabilitációs intézetben töltenek terápiás kezeléseken, attól függ, hogy bírja a pénztárcájuk. A kislány teljes havi gyógykezelése összesen közel 700 ezer forintba kerül. Kaptak egy új kezelési lehetőséget is, a robotterápiát, ami segíthetne Anettnek, hogy rendesen tudjon menni, illetve hogy fel tudja emelni a lábát és ne csípőből oldja meg a járást. Ez újabb milliós összeg. Nagyon kitartó Anett, mindig azt mondja nekünk, hogy ő nem adja fel. Ez ad erőt nekünk, meg a mi hármunk összetartása, ez oda-vissza működik, mert amikor egyikünk egy kicsit úgy lejjebb megy, mert azért elég stresszes ez az élet, hogy akkor Anett vigasztal bennünket, amikor ő van úgy, akkor mi vigasztaljuk. Napközben egyébként mindig Anett ez a mosolygós, mindig azt mondják, hogy egy mosolybomba, de viszont eljön az este, amikor jönnek azok a kérdések, hogy miért pont vele történik ez, miért ő vele van ez, meg fog gyógyulni. Mi mindig biztatjuk, hogy biztos, hogy meg fog, mert azért csak fejlődik az orvostudomány annyira, hogy erre is lesz egy megoldás. Akkor olyan kérdései vannak, hogy nem-e cserélnénk el. És ilyenkor igen, viszont sír. Meg néha mi is. Decemberben hitelt vettek fel, de az új terápiák megjelenése miatt ez sem tart sokáig. Nem szerették volna nyilvánosságra hozni kislányuk állapotát, de úgy látják, nincs más út, mint az emberek segítségét kérni. Létrehoztak egy adomány és lícit csoportot az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, Anettel, Anettért néven. Itt várják a segíteni akaró emberek jelentkezését. A céljuk 10 millió forint, ami körülbelül 3 évre lenne elegendő a terápiás kezelésekre. Meggyógyulni én azt szeretném, elsősorban is, ami remélem sikerülni fog, mert én bízok benne. Anyuék támogatnak, ez így tök jó. Időközben e-mailen keresztül megkerestek egy Amerikában dolgozó magyar professzort, aki ritka betegségekkel foglalkozik. Már válaszolt is a családnak, és személyes konzultációt kért tőlük. Ennyi volt a Közéleti Magazin, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!